Az MSZP szerint siker az új ellenzéki összefogás, Ungár odaszúrt a Párbeszédnek, Gyöngyösi pedig azt állítja, sosem fogtak össze Gyurcsányékkal. Magyar Péter pedig még mindig a porondon van. Köszöntöm Önöket, én Futó Boglárka vagyok, ez pedig itt a Célpont. Hamarosan be fogom jelenteni azt a pártot is, aminek a segítségével el fogunk indulni. Közösen indul a DK, az MSZP és a Párbeszéd zöldek az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is. A legújabb ellenzéki összefogásból azonban kimaradt az LMP, a Jobbik és a Momentum. Dobrev Klára szerint egy kormányváltó erő jött létre. Hölgyeim és uraim, megérett a helyzet. Az ellenzék teljes körű összefogásával, közös miniszterelnök jelölttel, közös listával, valamennyi választókerületben egy jelölttel történelmi vereséget mérjünk a Fideszre. Gyurcsány Ferenc szőlőtőkék között sétálva már annak tudatában, hogy az övé a legerősebb ellenzéki erő, 2020. május 1-én irányt mutatott a többi pártnak. Ilyen nyíltan az összefogásról akkor még egyik pártvezető sem beszélt. A DK elnöke szerint a választók igénye akkor az volt, hogy tegyék félre a múlt vitáit és állapodjanak meg. Azt vizionálta, hogy a teljes körű összefogással történelmi vereséget mérnek majd a Fideszre. Hazafias kormányt szeretnénk. Európai kormányt, így együtt. A hat párt végül 13 pontban állapodott meg, amit publikáltak is. Ebben fektették le például azt, hogy közös miniszterelnök jelöltet állítanak, akinek a személyéről előválasztáson döntenek, és hogy mind a 106 választókerületben közös egyéni jelöltet állítanak, akiknek a személyéről szintén a választók dönthetnek előzetesen. Tehát az összefogás utáni másik csodaszernek az előválasztás ígérkezett. Most pedig ugorjunk picit előre az időben. Hölgyeim és uraim, ma súlyos vereséget szenvedtünk. Mindenhogyan nyertünk. Nyertünk 2010-ben, még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14-ben, amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18-ban, amikor részleges összefogást hajtottak végre, és nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben. Szóval az ellenzék valóban történelmi csapást mér, de önmagára. Utólag visszatekintve érdemes megnézni, hogy a demokratikus koalíció is azt kommunikálta az előválasztást megelőzően, hogy azért vesznek részt azon, mert demokratikus eszköznek tekintik. A vereséget követően pedig Molnár Csaba már akkor jelezte a közelgő önkormányzati választásokra utalva, hogy a DK a tárgyalásos megoldást tartja jó megoldásnak. Azt látjuk, hogy a másik megoldás, a tárgyalásos megoldás, az sok-sok polgármesterhez vezetett. Mi nem akarjuk soha megjavítani azt, ami működik. Nem kellett volna akkor sem. Tárgyalásos úton is kiválaszthattuk volna az országgyűlési képviselőjelölteket a parlamenti választások előtt. A DK árnyék kancellária minisztere azt nem részletezte, hogy mit is jelenthet Gyurcsány Ferenccel vagy a demokratikus koalícióval tárgyalni. Főleg, hogy a választásokat követően a DK egyértelműen a legerősebb ellenzéki pártá vált. Sőt, azt látjuk, hogy a fővárosi közgyűlésben is túlsúlyban vannak már a párt képviselői, nem utolsó sorban az átlépési hullámnak köszönhetően. Most két hónappal a választásokat megelőzően valószínűleg a tárgyalásos módszer egy új szintjét láthatjuk, hiszen három ellenzéki párt összefogott. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a DK-val való végleges összeolvadásnak lehetünk-e szemtanúi. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokra létrejött egy új ellenzéki összefogás, aminek ezúttal a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd és az MSZP a része. Azt szeretném önöknek bejelenteni, hogy a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd zöldek közös stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötöttek. A mostani megállapodás értelmében az EP listát Dobrev Klára fogja vezetni, sőt a közös EP lista első négy helyén a Demokratikus Koalíció képviselői foglalnak helyet, az ötödik hely a Magyar Szocialista Párté, a hatodik pedig ismét a DK-é lett. Karácsony Gergely pártja pedig mindössze a hetedik helyet kapta meg a sorban. A megállapodás nem csak az önkormányzati és az európai parlamenti választásokra vonatkozik, hanem a 2026-os országgyűlési
választásokra is. A következő országgyűlési választásokra közös jelöltekkel, közös programmal és közös miniszterelnök jelölttel készülünk. Karácsony Gergely pártjára a Párbeszédre gyakran hivatkoznak, úgy, hogy gyakorlatilag mérhetetlen. Ezzel az új összefogással most pedig kiderült az is, hogy ismét nem mérettetik meg magukat egy külön önálló választáson. Pedig Tordai Bence korábban nagyon bizakodó volt a támogatottságukat illetően. Mi azt gondoljuk, hogy el tudunk indulni egy választáson, jó jelöltel, jó kampánnyal és egy erős zöld programmal, igen, tudunk masszívan 5% fölötti 10% körüli eredményeket elérni. Magyarország készen áll egy erős zöld pártra. Legutóbb, amikor beszéltünk a Párbeszédről, akkor az satszolt, hogy 5-10% között áll a párt. Mi történt? Nem tudom, mire utal. Maradjunk annyiban, hogy az EP választáson szerintem pont az ön által említett régióban leszünk a támogatottságunkat illetően. Tehát számít arra, hogy egy 5-10%-ot az EP választáson hozni fog a Párbeszéd? Én arra számítok, hogy Gábor Benedek vezetésével egy zöld lista legalább egy, de akár két EP mandátumra is jogos út lehet a választók felhatalmazásának köszönhetően. Ön ugye a Párbeszéd frakciójában foglal helyet. Ezt az összefogást hogyan éli ön meg? Hát nincsen olyan nagyon különös viszonyom hozzá, hiszen én nem vagyok a Párbeszéd tagja, és nem indulok az LP választásokon, tehát egyelőre meglátjuk, hogy milyen eredményt fog elérni ez az együttműködés. Ön szerint milyen hatással lehet ez a belpolitikai mozgástérre jelenleg, illetve ezt az együttműködést, ezt Magyar Péter mennyire befolyásolta? Amennyire én tudom, már bőven Magyar Péter előtt elkezdődtek erről a beszélgetések, tehát szerintem Magyar Péter nem befolyásolta, az pedig majd a szavazók eldöntik, hogy hogyan befolyásolja ez az európai parlamenti választások térképét. Azt kell mondjam, hogy egyébként az elmúlt hetekben a bejelentés előtt egy kimondottan aktív munka, sok-sok megbeszélés folyt. Ennek eredménye az, hogy két párttal nem csak Budapesten, hanem a európai parlamenti választáson is közös listát fogunk fölállítani. Én azt gondolom, több mint remélem, azt gondolom, hogy ez több eredményt hoz, több képviselői mandátumot, több polgármestert, több képviselőt a fővárosi közgyűlésbe, mint hogyha a három párt külön indul. Az, hogy három párt fogott össze, ezt sikerként vagy kudarcként élik meg? Mindenképpen sikerként. A Jobbik, az LMP és a Momentum tehát kimaradt az új összefogásból. Ungár Péter a Párbeszédet kritizálja, a Jobbik úgy csinál, mintha soha nem lettek volna részesei a korábbi összefogásnak, a Momentum pedig a szokásos válaszokat adta a kérdéseinkre. Szeretném azzal kezdeni, hogy Dobrev Klára, amikor bejelentette ezt az együttműködést, azt mondta, hogy ez a kormányváltásra szerződött. Június 9-én nem szavazunk a kormányról, hanem az önkormányzatokban szavazunk a városvezetőkről és a képviselőkről, illetve az Európa Parlamenti képviselőkről választunk. Tehát aki a választás tétjében nem mond igazat, az szerintem nem jó szövetséget köt. Ugye Facebook posztjában azt mondta, hogy a Párbeszédről nem kíván többet beszélni. Minden esetre három párt között létrejött egy összefogás. Keresik-e esetleg a kapcsolatot azokkal a pártokkal, akik most ebből az összefogásból kimaradtak? Az LMP önállóan készül az Európa Parlamenti választásra. És szeretném jelezni a többieknek, hogy a pártok alapvetően arra alakulnak, hogy elinduljanak választáson. Tehát ezt egy kicsit úgy gondolom, hogy amit mi csinálunk, az a normális működés egy pártnak. Ez most a Párbeszédnek szólt, hogyha jól értem. Én csupán definíciós kérdéseket mondtam. Hát ugye mi önálló főpolgármester jelöltet állítottunk, többek között azért, mert Karácsony Gergelyt alapvetően rossz városvezetőnek tartjuk. Meg hát vannak olyan korrupciós ügyek, amit mi nem csak a NER-nek és a Fidesz vezette kormánynak nem nézünk el, de akkor sem, hogyha azt ellenzékiek követik el. Ugye Karácsony Gergely még nem tudott egy értelmezhető mondatot mondani arról, hogy hogyan került közel 500 millió forint sorszámozott bankjegy a 99 mozgalomnak a házi kasszájába. Nekem ez nem tetszik. Az, hogy ugye a DK, az MSZP meg a Párbeszéd közös listán indul, ez számomra egyáltalán nem meglepő, összenő, ami összetartozik. A Párbeszédet ugye indulásától fogva Bajnai Gordonnak a neve fémjelzi, az MSZP meg a DK az ugye közös gyökerekkel rendelkezik,
vitát egymásból váltak ki, vagy legalábbis a DK az MSZP-ből, tehát ilyen értelemben összenőttek a baloldali pártok. Egy időben ugye önök is össze voltak nőve ezekkel a pártokkal, kinőttek ebből akkor? Egyáltalán nem voltunk összenőve. Hát ugyanígy egy összefogás részeként együtt indultak a 2022-es választáson, ha jól emlékszem. Jól emlékszik, de egy szövetségről volt szó, egy választási szövetségről. Keresik esetleg más pártoknak más pártokkal a kapcsolatot? Hát ezt nem a propaganda gépezettel szeretném megosztani. Hát akkor ossza meg velem. Hát ön is a része sajnos ennek a gépezetnek. Egyedül indul, egyedül méretteti meg magát a Momentum most az EP és az önkormányzati választásokon? Hát erről kérdezze az elnökségünket. De egyébként, mint mondta, nem szeretnék a propaganda gépezetnek feltárulkozni. Hát ezt én tiszteletben is tartom, hogyha ön ezt gondolja, de hát mondom, még egy szerető nekem még nyugodtan elmondhatja. Kettőnk között marad, igaz? Azért van itt a kamerás meg a mikrofon. Azt látjuk, hogy a másik megoldás, a tárgyalásos megoldás, az sok-sok polgármesterhez vezetett. Tehát a demokratikus koalíció elkezdte a tárgyalásos módszert. Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferencék főpolgármester jelöltje lett. Magyar Péter személyében egy új politikai szereplő lépett ki a hazai politikai palettára. Sok ellenzéki párt pedig a túlélésért küzd. Úgy tűnik az MSZP és a Párbeszéd a demokratikus koalíciónál találta meg az életben maradás kulcsát. Polgári családban nőtt fel, liberálisnak vallja magát, baloldali és jobboldali szavazatokra hajt. Ezt állítja Magyar Péter saját politikájáról. Szakértők szerint azonban a programja egy nagy kérdőjel, azon kívül, hogy felmondott néhány tételt a baloldali programlistából. Az, hogy politikája tartalmáról, mint mondhatunk, hát ez egy nagy kérdőjel. Gyakorlatilag csak azt látjuk, hogy más nem történik, mint rombolás. Elemi erővel robbant be a kormányellenes politikai térfélre Magyar Péter. A korábbi igazságügyi miniszter volt férje nem csak politikai babérokra tör, hanem egyenesen kormányváltást vizionál. De honnan indul az a hetekben mérhető politikai karrier, amiről még csak hallani sem lehetett akkor, amikor Magyar Péter volt felesége Varga Judit éppen a politikai csúcsokat járta miniszterként. Éppen a kegyelmi ügy közepénél jártunk, amikor Magyar egy posztjában azt ecsetelte, hogy egy percig sem akar olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak. Majd a Partizánban vállalt interjújával került a középpontba. Igaz, még akkor nagyjából 6 hete is tagadta, hogy politikai babérokra tör. Tervezel fellépni a politikai porondra? Ne, ez szerintem még viccnek is rossz. A mai napon útjára indítjuk a Talpra Magyarok közösségét. És rövidesen bejelentem az ehhez kapcsolódó politikai pártot is. Csak hogy érzékelve a népszerűséget, március 15-ére tüntetést hívott össze, ahol már éppen arról beszélt, hogy valójában politikai pályára kíván lépni. Politikai tőkét egy bizonyos, sokat lebegtetett atombombából akart kovácsolni. Azt állította, hogy azzal, amije van és amit tud, azzal megbuktatja a kormányt. Ehhez képest egy olyan felvétellel állt elő, amit otthon rögzített a feleségével. Sok mindent tudok bizonyítani, azt gondolom, hogy innentől vége. És a kormánynak le kell mondania. De mit tudott Magyar Péter? Azt, amit otthon a konyhában a feleségével igyekezett kimondatni, és amit rögzített, házastársa tudta nélkül. Ahogy Magyar Péter korábban ígérte, nemrégiben nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amit korábbi feleségével, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel készített egy családi beszélgetés során. Ebben Magyar Péter a kormányzatra terhelő információkat szeretett volna megtudni a Völner Sadül üggyel kapcsolatban. Arra építette politikai népszerűségét, hogy a korrupciós ügyben szerinte Rogán Antalék bizonyos részleteket eltávolítottak az ügyészségen az iratokból. Ezt követően Varga Judit Hajdú Péternek adott egy hosszú, majdnem 2 órás interjút, amiben a többi között arról is beszélt, hogy volt férje folyamatosan sakban tartotta, sőt meg is félemlítette őt. Akarsz politikus lenni?
Már az vagyok szerintem, tehát ők azt akarják, hogy ne legyek, de szerintem már az vagyok. Majd Magyar Péter a Spinóza Színházban beszélt Rangos Katalinna a politikai meggyőződéséről. Alapvetően én egy liberális ember vagyok, hogy annak vallom magamat, már bármennyire is szitok szó ez, és tudom, hogy most ezt felveszik, úgyhogy lehet, hogy ezt nem kellett volna mondanom. Szóval Magyar Péter végül is liberálisnak vallja magát, pártalapításon töri a fejét, korábban pedig a kétfarkú kutyapártra akart szavazni. Ezek azok a választók, akik olyanok, mint én például, aki 2022-ben a kétfarkúakra akart szavazni, csak a gyerekek bejöttek és beúzták helyettem az X-et a Fideszre, mert hát mondták, hogy az anyukánk a miniszter, és hát azért mégse csinálunk. Igazuk is volt egyébként. A beszélgetés folyamán előrevetítette azt is, nem 2026-ban lesz a következő országgyűlési választás. Az, hogy mikor lesz országgyűlési választás, 26-ban? Hát vagy nem. Vagy nem? Tegnap mondta valaki, hogy egy cigánykártyán jósoltak, és azt mondták, hogy fél év múlva. Magyar a március 15-i tüntetésen azt ígérte, hogy már a júniusi választásokon elindul. Pártot azonban nem tudott alapítani, így úgy tűnik, hogy egy meglévő pártot fog gründolni. Tárgyaltam már sok párttal, nyilván vannak opciók. Egy párat már Tóni kilőtt, tehát ilyenkor, vagy nem biztos, hogy ő személyesen, nem akarom, hogy pereskedjünk, de hát voltak itt megzsaroltak, voltak itt megvettek, úgyhogy nyilván ez csapataink harcban állnak. Szerintem lesz olyan, akivel össze tudunk bútorozni. Eközben Magyar Péter a kormány mellett az ellenzéki pártokat, a többi között a DK-t is támadja. Feltehetően onnan is szavazatokat kíván megszerezni. Gyurcsány Ferencék azonban éppen a napokban kötöttek szoros baloldali választási szövetséget az MSZP-vel és a Párbeszéddel. A Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban önnek mi az álláspontja? Szerintem erről a NER rendszer így akár ön is sokkal többet tudhat, hiszen végülis önök közül került ki Magyar Péter. Hát közülem nem. Hát nem ön közül, de ugye... Én nem ismertem ezt az embert. Sokáig, mint tudjuk, felesége révén, ugye Vargadit ezt is elmondta, komoly pozíciókat töltött be, ugye állami vállalatok élén. Magyar Péter ön szerint milyen? Ismerik, csak ezt én nem ismerem. Magyar Péter milyen hatással lehet ön szerint itt a magyar belpolitikára? Hát nem vagyok proféta, úgyhogy nem tudom megmondani. Én azt gondolom, hogy akkor tudunk Magyar Péterre politikailag választ adni, ha elmondja, hogy melyik választáson és hogyan indul. Ha jól tudom, ezt szombaton fogja megtenni. Addig nem tudok erre válaszolni. Magyar Pétertől hangos a sajtó, de nem csak arról szólnak a hírek, hogy politikai pályára lép. A magánélete is nagy figyelmet kap, hiszen Varga Judit volt igazságügyi miniszter, megdöbbentő interjút adott volt férjéről. Magyar Péter először tagadta, hogy politizálni akar, majd egyre vonzóbb lett neki a szereplés. Folytatódik a Célpont. Az ő megjelenése mindenképpen a baloldali pártoknak fájhat a legjobban. Ezt gondolja Magyar Péter politikai színrelépéséről az Alapjogokért Központ elemzője. Zila János szerint Magyarra most éppen olyan ellenzéki messiásként tekintenek, mint korábban Márki-Zay Péterre. Hiszen nyilvánvalóan egy annyira konfrontatív kormányellenes csapkodást visz ő véghez, gyakorlatilag ugye, ahogy beszéltük, személyes indítatásból, egy mélyen személyes indítatásból, mint egy ilyen dühöngő fenevad. Tehát annyira a kormányba áll bele, hogy abba a messiás várásba illik ezzel, ami a bal oldalon jelen van hosszú évek óta. Hát ebbe a messiás várásba beleillett még egy Márki-Zay Péter is. A komoly mondani valóval nem rendelkező ellenzékre, főként pedig a Momentumra a magyar veszélyt jelent, tette hozzá Zila János. Egy ilyen ellenzéki szerepbe helyezkedik bele, és ilyen szempontból például egy Momentumnak, vagy más kisebb pártoknak, amelyek amúgy is a halálsoron álltak, ücsörögtek eddig is, és várták azt, hogy politikailag gyakorlatilag elsenyvednek. Tehát ezeknek mindenképpen egy rossz hír az ő megjelenése, mert gyakorlatilag ugyanazt a tábort osztja tovább Márki-Zay Péter után Magyar Péter is. Magyar Péter egyaránt lő egyébként a jobb és bal oldalra is.
látszik az, hogy aki nem mond róla elég jót akár a dollár médiában, azt ő rögtön a kormány propagandistájának nevezi. Hát láttuk azt, hogy neki ment ilyen módon Dezső Andrásnak is, de amikor a 444 nem elég szépet írt róla, akkor gyakorlatilag őket is ebbe a körbe sorolta. Tehát ez a vehemens természet egyébként hasonlít, hogyha egy másik analógiát akarunk hozni, Hatházi Ákoshoz, itt ugye több hasonlóság is van a hangfelvételektől a kiugrásig, árulásig, és ez ehhez a vagdalkozó természetig. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint azonban egy nagy kérdőjel Magyar Péter politikája, ugyanis abból eddig semmi nem derült ki, azon kívül, hogy rombolni akar. Ő egy ellenzéki szerepbe tagozódik be. Az, hogy politikája tartalmáról, mint mondhatunk, hát ez egy nagy kérdőjel. Gyakorlatilag csak azt látjuk, hogy más nem történik, mint rombolás, és érdemi politikai narratíva, érdemi politikai program nem bontakozik ki azon kívül, hogy gyakorlatilag felmondott néhány tételt az ellenzéki baloldali program listából, említettem itt az Európai Ügyészséget. Érdemi politikai tartalmat azon kívül, hogy ő rombolni akar, és egyfajta ilyen bosszúállás bontakozik ki, ezen kívül nem látunk. Az, hogy a Partizán volt az első fóruma, az azt jelenti, hogy a Nyíltársadalom Alapítványok egyik legfrekventáltabb, leginkább támogatott közösségi média platformján kezdte meg valójában a politikusi karrierjét. Ezt már Lomnici Zoltán mondta. Az alkotmányjogász ugyanakkor egy érdekes dologra is felhívta a figyelmet. A kispesti Lakner ügy, amikor arról beszélt a képviselő, hogy hülye, aki nem keres 10 milliókat korrupcióból, vagy a Városháza eladásának hangfelvétele mind-mind hang- és videófelvételek voltak. Akkor a baloldal egy ilyen bizonyíték ellenére nem követelt semmit, mint most, amikor kormánypárti politikusok nevét említik a családi hangfelvételen. Lomnici Zoltán szerint akkor az ellenzéknek ezeket a felvételeket is napirenden kellene tartani, de hallgatnak. Miután hosszas mérlegelést követően született meg az a vádirat, amelyet az ügyészség elmondása szerint az új bizonyítéknak szánt dokumentum felvétel nem befolyásol, így ezt az ügyet is mindaddig lezártnak tekinthetjük, amíg változás nem történik. Ha pedig politikailag ezt napirenden szeretnék tartani, mondjuk Donát Annáék, akkor kutya kötelességük a másik három felvételt is napirenden tartani. Ki az a, nem erre kellett bejönni, nem tudom, kik vagy az Végül meglepő dolog történt szombaton. Ungár Péter ugye korábban azt jósolta, hogy ekkor tudhatjuk meg majd, hogy melyik párttal bútorozik össze Magyar. Ez azonban nem történt meg. Hamarosan be fogom jelenteni azt a pártot is, aminek a segítségével el fogunk indulni. Szóval a várakozásokkal szemben Magyar Péter ismét nem mondott konkrétumot, csak lebegtetett, pártot nem jelentett be. Viszont azt igen, hogy átvette az alapítóktól a Legyél a Változás Egyesületet. Közben a Nézőpont Intézet kutatásából pedig az derült ki, hogy Magyar Péter nem a kormánypártot gyengítette. A felmérés szerint a Fidesz támogatottsága nem változott februárhoz képest. A baloldali szavazókat viszont megosztotta Magyar Péter. A közvéleménykutatás alapján Magyar Péter leendő pártja holt versenyben van a DK-MSZP párbeszéd hárompárti koalícióval és a kétfarkú kutyapárttal. A helyzet legnagyobb vesztese pedig a Momentum, amely jelenleg a bejutási küszöböt sem éri el. Magyar Péter az utóbbi időben, amellett, hogy kilépett a politikai színtérrel, mással is felhívta magára a figyelmet. Miután saját közösségi felületén arról kezdett el írni, hogy szerinte azt fogják róla terjeszteni, hogy bántalmazta volt feleségét, kialakult körülötte egy magánéleti botrány. Na, hogy ma megint téged kelljen sajnálni? Neked akarok jót, te szerencsétlen! Nélkülön még levegőt se tudsz venni. Annyi eszed van, mint egy tápos csirkének. Ez az a videó, amit március 17-én az esti órákban közzétett közösségi oldalán Varga Judit volt igazságügyi miniszter. Miután volt férje egy pár órával korábban Facebook oldalán, azt írta, idézem, a suttogó propaganda azt terjeszti, hogy többször megvertem a gyermekeim anyját, és többször rendőrt kellett hívni hozzánk.
Magyar állításaival ellentétben azonban egyetlen sajtóorganum sem állította azt, hogy bántalmazta volna volt feleségét. Így a családon belüli erőszak gyanújáról először Magyar Péter oldalán olvashattunk. Varga Judit pedig a megosztott videót nem címezte. A poszthoz csupán annyit írt, mindig van kiút. Ezzel azonban nem zárult le az ügy. Magyar Péter ugyanis nyilvános üzengetésbe kezdett, és azt írt a közösségi felületén: kedves Judit, én mint a gyermekeim anyját téged egészen eddig védtelek egy ország előtt. Erre a mondatra pedig többen is felkapták a fejüket. Többször elhangzik, hogy én védtelek meg, én vagyok az egyetlen gyakorlatilag, akivel szemben, vagy aki egyáltalán a védelmet tudja biztosítani a számodra, vagy a család számára. Én azt gondolom, hogy ez például egy tipikus olyan mondat, amit én nagyon sokszor hallok a klinikai munkában, és nagyon sokszor hallom azt, hogy egy bántalmazott tényleg elhiszi, hogy a bántalmazó az egyetlen, aki meg tudja védeni. Több esetben manipulatívnak látom, több esetben furcsák a reakciók. Már csak azért is, mert egy volt igazságügyminiszter, aki egyébként az áldozatsegítő központokat is létrehozta. Most, hogy személyes indítatásból, vagy szakmai indítatásból, én azt nem tudom megmondani, de mégiscsak rendkívül sokat tett a magyar áldozatsegítésért. Ezt követően kirak egy videót, amin egy bántalmazott nő szerepel, és kiírja, hogy van kiút, semmi egyebben. Valójában erre szerintem egyáltalán nem kellett volna úgy reagálni, ahogyan ezt tette a másik fél. Egyáltalán nem mondta senki, hogy róla lenne szó, és igazából egy ilyen előre menekülést, vagy valamiféle furcsa olyan reakciót látunk, ami egyáltalán nem volt logikus. Magyar Péter a nyilvános üzengetéseket követően pár nappal bement az ügyészségre és bemutatta a sokat emlegetett hangfelvételeit. Azonban azoknak, akik valamiféle atombombát vártak, bizony csalódniuk kellett. Ugyanis a hangfelvétel nem más, mint egy házastársi beszélgetés egy családi otthonban. A hangfelvételt Magyar Péter mielőtt megmutatta volna az ügyészségnek, nyilvánosságra hozta, és hát kapott érte hideget és meleget is. Sokan ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy valaki a házastársával való beszélgetését titokban rögzíti. A Magyar Péter az a jó szülőtársi együttműködésnek a lehetőségét oda dobta 3 percnyi hírnévén. Tehát hogyan? Tehát konyhaasztalnál beszélgetünk, mint férje és feleség, és kitárja a nyilvánosság elé. Hogyan várod azt tőlem, Péter, ezek után, ha én vagyok Judit, hogy mondjuk a ballagáson odaálljak veled egy közös fotóra, vagy a közös unokat majd együtt fényképezzük, és jó képet vágjak. Ennek vége. Ez a két ember soha nem fog tudni együttműködni konstruktívan a 3 gyerek érdekében. Varga Judit pedig saját állítása szerint a gyerekek és saját családja védelmének érdekében kamerák elé állt. Nem kívánom senkinek, hogy valaha ilyen helyzetbe kerüljön, hogy a házastársa róla titokban hangfelvételt készít azzal a célzottal, hogy zsarolja folyamatosan. A volt igazságügyi miniszter Hajdú Péter műsorában beszélt házassága megpróbáltatásairól. Emlékszem, hogy terhesen így nekilökött egyszerre az ajtónak. Már nem is tudom, hogy gyerekkel voltam éppen terhes. Azok alapján, amit a Varga Judit elmondott, azok alapján joggal feltételezhetjük, hogy egy bántalmazó férfi. Nem engedett ki az ajtón, nem engedett ki a szobából, és fenyegetőzött azzal, hogy most ő élőzni fog és kormányt buktat. A volt igazságügyi miniszter családon belüli bántalmazásról, zsarolásokról és olyan esetekről is beszélt, amikor úgy érezte, hogy nincs teljesen biztonságban ebben a házasságban. Péter kijött egyébként a szobából, odajött a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. És emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk és lapulunk, hogy ebből mi lesz, és mi van, és a gyerekekkel mi lesz. És aztán járkált így 5 percig, lehet, hogy csak erődemonstráció volt, Isten tudja, nem tudom. Aztán utána lefeküdt aludni. Varga Judit arról beszélt, a veszekedések már akkor elkezdődtek, amikor Brüsszelben éltek. Mint mondta, Magyar Péter rendszeresen, megalázóan, megsemmisítően beszélt vele. Mindig rám nézett, hogy kinek csináld a színházat a szomszédoknak? Most már ki a szádat, nézzél meg magadra. És ugye, nem mondott különben, hogy így beszél, és te ezt tűrted? Igen, én tűrtem. De Judit...
Szakemberek szerint a Varga Judit által megfogalmazott vádak olyan súlyosak, hogy amíg nem tisztázódik, hogy melyik fél állít igazat, Magyar Péternek vissza kellene vonulnia a közélettől. Azt gondolom, hogy addig, ameddig nem sikerül bebizonyítani egyik és másik állítást, addig, amíg valakire csak a gyanú rávetül, és addig, amíg sajnos a kifelé kommunikációja, a nyilvános posztjai alátámasztják azt, hogy rendkívül agresszív. Alátámasztják azt, hogy igazából a prioritások között nem feltétlenül a családvédelem, vagy az életvédelme áll feltétlenül, és ez kizárólag posztokból megállapítható. Addig én azt gondolom, hogy jobb lenne a nyilvánosság elől visszavonulni. Halmelinda arról is beszélt, hogy a szemünk előtt zajló történetben szakemberként észre lehet venni azokat a jeleket, amik egyértelműen pszichés problémára utalnak. Ez az izoláció ebben egy nagyon fontos manipulációs technika. Az édesanyámmal telefonáltam. Én nem a legjobb fajta gyerek vagyok, itt bevallom töredelmesen, kb. 4-5 naponta szoktam felhívni az édesanyámat, a nővérem minden nap felhívja, de még így is, akkor beszéltem vele, már hozzászoktam, hogy inkább elbújok, mert végig piszkált és kommentegett, hogy milyen proli témákról beszélgetünk, mit kell ezzel a debil anyámmal beszélni. Izolálni úgy is lehet valakit, hogy látszólag, fizikailag nem történik semmi. De mégis érzelmileg nem tud úgy egy intim beszélgetést lefolytatni, hogy az valóban intim és bizalmas legyen. A bántalmazás áll a politikán felül. És a bántalmazóknak én azt hiszem, hogy én ezért próbálom hangsúlyozni, hogy zéró toleranciát kell hirdetnünk. Varga Judit házasságának éveit felelevenítve olyan esetekről is beszélt, amikor a családdal való nyilvános szereplést volt férje erőltette. Ráadásul Péter, és itt a mesteri elmének, a számító elmének, az empátia hiányos elmének a zsenialitása, hogy amikor például miniszterként különböző családos, blikkes interjúk jelentek meg, meg együtt főzünk, meg karácsonyi fotózás, meg interjú egy konzervatív magazinban. Ezeket nem én akartam, azokat a Péter hisztizte ki. Presszionálta a sajtósaimat, hogy már pedig akkor itt is így meg fogunk jelenni. Szakértők szerint ez például egyértelmű jele annak, hogy Magyar Péter féltékeny volt felesége sikereire. Én azt nem értem például, hogy miért nem a minisztregnáló miniszter asszonynak a miniszterisége alatt jött elő ez a derékember hasonló óriási politikai ambíciókkal. Tehát ez miért? Tehát nekem ebből szakemberként az jön le, hogy van egy férfi, akinél a nő magasabban pozícionált, és egyszerűen féltékeny az ő magasabban pozícionált párjára, megromlik a kapcsolat, és már kapcsolaton belül lehettek olyan letaposási szándékok, olyan lenyomási szándékok, amik most felszínre törhettek. A két volt házastárs jelenlegi konfliktusának pedig legnagyobb elszenvedői a közös gyermekek. Hívta fel a figyelmet Galambos Balázs. A szakértő szerint az is meglehetősen érdekes, hogy egy ilyen házasság után a gyermekeket a szülők váltásban nevelhetik. A szakértő stábunknak úgy fogalmazott, azt sem tartja kizártnak, hogy a válás során Magyar Péter zsarolással érte el, hogy a gyermekeket felváltva nevelhessék. Ezek után én simán beadnám a kapcsolattartás megváltoztatása iránti kérelmet, mert gyakorlatilag ezek a gyerekek olyan dolgokról olvasnak, hallgatnak, vagy hallgathatnak, ami az ő pszichéjüket nem viszi megfelelő irányba. És hogy hogyan beszél erről az ügyről Magyar Péter? Általában így. Nem bántalmaztam a feleségemet, a feleségem nem volt megfélemlítve. De az is előfordult már, hogy így. Nem csak a volt feleségemet verem, hanem a jelenlegi barátnőmet is. De nem csak Magyar Péterre, hanem az őt körülvevőkre is jellemző, hogy igyekeznek elbagatelizálni, vagy iróniával elütni a családon belüli erőszak gyanúját. A Magyar Pétert nyíltan támogató Nagy Ervin például az ATV-ben a minap így fogalmazott. Egy nagyon rossz házasság, amiben nyilván volt üvöltözés. Ki nem üvöltözik a családi életében, nagyon kevesen vagyunk, aki nem kerül olyan idegállapotban. Beszédes azonban az is, hogy hogyan reagál a családon belüli erőszak és a bántalmazás vágyára a hazai baloldal. Ez egy figyelemelterelés, amit önök csinálnak. Már micsoda? Hát, hogy itt elhangzott a súlyos közjogi vádak,
ugye, hogy Rogán Antal beavatkozott az ügyészség munkájába, eltüntetett bizonyítékokat, kihúzatta a saját és munkatársai nevét, és erről akarják elterelni a figyelmet. A világ szégyene az, hogy Magyarországon a közéletet egy megromlott házasság uralja. A Szent István Intézet igazgatója szerint szégyen az is, hogy a legtöbb civil szervezet még mindig nem szólalt meg az üggyel kapcsolatban. Ami engem megdöbbent ezzel az esettel kapcsolatban, hogy azok a civil szervezetek, akik idáig nagyon hangosan tiltakoztak minden ilyen nyilvánosságban felmerült eset kapcsán, csak hadd mondjak néhányat közülük, a Patent Egyesület, az Emma Egyesület, a NANE, a Nőkért Egyesület, vagy azok a nagy női lapok, akik ezeket a témákat rendszeresen viszik, azok az influencerek, akár Potyondi Edina, akár Perint Falvi Rita, akár Mérő Vera, akik ezekben a témákban megszólalnak, azok most vagy hallgatnak, vagy pedig egészen döbbenetes módon az áldozatot, Varga Juditot kezdik el hibáztatni. Az elmúlt hetek felgyorsult és lassan már követhetetlen eseményei után, amik Magyar Péter körül zajlanak. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miként vélekednek róla most az emberek, és mit gondolnak a volt igazságügyi miniszter állításairól. Tragikusnak tartom, ezt valóban el kellett viselnie, akkor az egy borzasztó élet számára is, illetve hát a gyerekeik számára ugyanúgy. Kicsit erős, de lehet benne az igazság. Nekem szimpi a Magyar Péter, én nem hiszem, hogy ütötte verte a csajt, mert hát hogy is ütötte verte volna, amikor ott a Fidesz, akinek meg kellett volna, hogy védje. Szerintem hazugság. Biztos, hogy hazugság. Akkor miért nem előbb jelentette a Varga Judit, hogy bántalmazzák? Nem tudom képzelni, hogy valamilyen bántalmazás volt, de ugye kérdés, hogy hol van az orvosi látlelet. A rendőrség miért nem ment ki? Tehát ez a probléma, de ugyanakkor meg lehet érteni, hogy ő nem akarta bevonni a rendőrséget a gyerekei miatt, a Varga Judit. Innentől kezdve meg politikai szimpátián múlik, hogy most valaki Varga Juditnak hisze, mondjuk egy Fidesz szavazóként, vagy pedig ellenzékiként, egy új messiás váróként, mondjuk inkább Magyar Péternek. Én azt gondolom, hogy ő váltani szeretett volna, és átmenni a másik oldalra, hogy akkor őket is levegye pénzzel. Tehát ő nagyon szeretheti a pénzt. Hát ha egy igazságügyi miniszternek nem hiszünk, akkor kinek higgyünk? Akkor amit ő mondott, az szerintem tiszta valóság alapot képez. Megfélemlítés, zsarolás, manipuláció és törtetés. Egy nagyon különleges történet bontakozik ki a szemünk előtt. Minden esetre magánéleti botrány ide vagy oda, úgy látszik Magyar Péter egy ideig még a politikai porondon marad. Az pedig, hogy ez milyen hatással lehet a hazai politikára, hamarosan kiderül. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha lemaradtak volna, adásunkat visszanézhetik a televízió YouTube csatornáján, videóinkkal pedig találkoztatnak a hirtv.hu-n, valamint a magyarnemzet.hu-n is. És ne felejtsék el bekövetni a Magyar Nemzet TikTok csatornáját se. Jövő héten ismét izgalmas témákkal várjuk Önöket, addig is viszlát!